Úgy tudom, hogy ez a bizonyos pletyka trió, ez nagyon híres arról, hogy a Vidám Vasárnap című összeállításban önök viszik a prímet. Tehát főszereplői ennek a jelenetnek. Hogyan alakult ki ez a jelenet? Hogy készült? Összedugtuk a fejünket, azt kitaláltunk egy történetet, ami nem is olyan kitalált történet, ha mégis történt, és azt fogjuk előadni, tehát azzal fogunk pletykázni, az lesz a pletyka. Érdekes dolog, mert én ezt valamikor a fosztóban hallottam, a idős emberektől, és valahogy ez én nekem megmaradt, és én úgy gondoltam, hogy a falusi emberek mindig találtak rá időt, hogy valami mókát, valamit kitaláljonak maguknak, és akkor a férfiak se hiányozhattak soha, azok először elmentek a pincékhez, aztán vidalman... Megalapozták a jókedvet, igen. Visszajöttek. Hát mi meg addig köszöröltük a nyelvünket. Hát akkor meghallgatjuk, hogy is szólt ez a bizonyos nyelvköszörülés, és akkor kezdődhet a Vidám Vasárnap. Hála Istennek, hogy ma vasárnap délután már legalább egy csekket megpihenhetünk. Az emberek elmentek a pincéhez, az a busz jönnek haza. Hát még ha hazagyönnek legalább, majd ők is részt vesznek benne. Üljünk, pihenjünk le. Jaj, hogy szép időnk van, hála Istennek. Jaj, hogy legalább elmondom, hogy tényleg még átjött hozzám a szomszédból, Luizi. Hát mit akartam kettőt? Hát onnan nincsen egy sütnyivalónk. Hát mondok valamennyi, még csak akar. De hát minek a kertéknek, hiszen azt mondta, hogy ma kenyeret akar sütni. Hát mondta is, hogy kenyeret akar sütni, azt én nem tudom, hogy akkor miért fölött neki menni, hát miért nem sütött? De hát úgy tervezte, hogy már szombaton süt. Hát úgy csinált. Mit csinálta? Kovászt, leterítette, egy ábroszvál, a kenyence patka elejébe, hogy majd ő azt másnap bedagasztja, mert még is sütyi. Hát azt mi jött vele? Mondja már. Mondd már. Mondom, de hát szegény Luizi is. Az rét is, mert nevetett is kinyalva, amikor elbeszélte. Hát miért ott nem fert, mert neki a tésztáros volt az éresztő, nem az éresztő, a forrózat, vagy mi is. Sütnyivaló. Sütnyivaló. Jó odász. Az volt a legnagyobb baj, hogy az a drága látos ura megint pityókosan jött haza. Úgy még mindig? Azt nem akart lampát gyújtani. Hát mi csinál? Mit csinál? Azt mondja Luizi, hogy olyan szépen még agyazott már vannak a teknyőbe, hogy no. No, még ilyen. Hát akkor a tészta mind rá. Rá bizony, arra kopasz fejre, még a hatalra. Mindig oda is, ahova nem tölött volna. A sandróják. Jaj, hát van, azt igazon nem tudom, hogy reggel, mikor ébredtek a gyerekek, azok még azt hitték, hogy valami kísértet van a teknőbe, mert hát az úgy nézett ki attól a kovásztól, mint valaki kísértet. Ma igazon nem tudom, hogy Luzi nem kapta rá a kenyérsütő lapátot. De annyit mondott, hogy az a vén kopasz ördög még mindig a pécsi kertjék alatt osztatja magot a patakba, a pandalat. Szerencsé, hogy Szegi Luizi nem használta fel az összes lisztét, hogy még egy sütet nem maradt egy jó sütesség master kenyeret. Hát akkor az mondta nekem az a Luizi, mikor a kertért osztattuk a patakon, hogy faluszolja ide, faluszolja oda, ha valamikor az ő öregje hamarabb megtanul halni, ő oda hívja a gyerekeket, hát mit neki tudod? Hogy oda hívja a gyerekeit, ott mondja neki, no, itt van apátok meghúnt, vigyatok hátok, de én nem fogok, mert én vittem eleget egész életemben mellette. Bizony, mert én azt is tudom, hogy ezek nem szerették egymást, ezek csak a fődekén voltak össze.
összeborulnalva. Persze, hogy hát mindig a kőt köllök, minden most. Kiültek a vénasszonyok a varra, a kismadra, úgyis tudom rólam, hogy itt a pletyka, a pletyka. Nem kérem én a jó Isten csak arra, hogy valamennyit ragassza le a padra, a kismadra. Nem kérem én a jó Isten csak arra, valamennyit ragassza le a padra, a kis padra. Erre szaladt fészkel a fecske, mi van a kötényben megyecske? Nyári piros alma, baba-baba-baba-ízű, kóstolja nekem, de jó ízű. Fogadásom tiltja szeretni, de nem a szagos a rozmarin, szagos a rozmarin, tőle hajlik az áram. Gyere kis angyalom, üljünk le a lája. Nem megyek, nem ülök a rozmarin árnyékába, összetöröm ruhám a fehér asszonyám, meg vele az édesanyám. Mint kislány, aki magát tartja, csak a zsér szoknya lötyög rajta, nem tudja a rántást megkeverni, mégis a csapva férhez akar menni. Nem mint legény, aki magát tartja, egy lyuk alá 36 tojás tettek, 36 tojásból csak egy kapas lett, az is kappal lett. Szép palásti lányok, mi lesz veletek? A palásti legények, libáltották szegények, nem nyugodták anyakát, anyakát, segye anyakát, az elvágított a ragyognak a csillagok. Béres regény a faluba csavarok. Olyan szépen mondja egy barna lánynak, adj egy csókot, majd meghalok utána. Én belőlem nem jó csillag lett volna, mert az égen itt már ragyogtam volna. Épp éltájban megkerülném az eget, onnan nézném, hogy a babám mit szeret. Épp éltájban megkerülném az eget, onnan nézném, hogy a babám mit szeret. Jaj, hamar házasodtam, hamar meg is szaporodtam, meghalt az én kicsi feleségem, úgy gyereket hagyott néked, kettő akarom ott.